Én nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, a kedves szülőket, szereplő gyerekeket, kollégákat és az érdeklődőket. És hát elérkezett ez a nap, ahol is nagy izgalommal készültünk már a kiállítással egy-egy ötöt színjátszó, évvégi színjátszó gálánkra. Már a főpróbánk is meg volt, hát szörnyű volt. Úgyhogy szerintem attól ez csak biztos, hogy jobb lesz. De a gyerekek kibírták hősiesen, úgyhogy gratulálok magunknak. Hát ez a rendezvény már több mint 10 éves hagyományra tekint vissza, és az eltelt évek tapasztalatai egyre inkább megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk. A színjátszás és a vizuális nevelés értékes kiegészítője oktató-nevelő munkáknak. Ezért pedagógiai programunkban is helyet kapott, és hosszú évek óta a C-osztályok tevékenységét színesítik. Remekül fejlesztik a gyerekek képességeit és személyiségét. Azt reméljük, hogy ezáltal diákjaink felnőtt korukban nyitottak lesznek a művészetek iránt, és érzékeny felnőttekké válnak. Nem elég azonban az elhatározás a feladat megvalósításához, elkötelezett, tehetséges pedagógusokra is szükség van. Ezért szeretném kollégáimnak megköszönni azt a kitartó, sokszor fáradtságos munkát, amelyen a remek produkciók színpadra kerülhetnek. A gyönyörű rajzokból egy-egy szemek gyönyörködtető kiállítás összeáll, örömet okozva gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A felsorolt pozitívumok mellett az is fontos szempont, kedves szülők, hogy önök láthassák gyermekeiket szereplés közben. Évről évre megtapasztalhassák fejlődésüket, szellemi gyarapodásukat, gyönyörködhessenek bennük, úgy mint mi. Az idei rajzkiállítást a Kisaulában tekinthetik meg. Ez csak egy része annak, egy kis része annak, amit a gyerekek egész évben átkészítenek. Most igyekeztünk a C-osztályosok munkáját egybe gyűjteni. A kiállítás rendezte, összeállította Lőrinc Andrea, a kolléganőm. Hát az alkotások elkészítését Tóthné Szabados Valéria, Gintli Júlia, Berencsiné Kalocsai Ágnes segítette. Ők voltak azok, akik most remekeltek, de hát azt gondolom, hogy az ő nevüket ismerik. Hát én minden kedves vendégünknek kellemes szórakozást kívánok, és örömet a gyermekében. Úgyhogy most elkezdődik. Amikor azt mondta, hely, de jól érzem magam.
Tovább együtt gondolkodtak, keseregtek, panaszkodtak, a sorsukról tanakodtak. Egyszer csak fog, ott termett egy cica az útszélén. Hát, te cica, mit csinálsz? Jóval rosszul a sárdikát? Erre nem találsz egeret. A laktak a világ legplegykásabb asszonyai. Ahogy kiléptek a házból, rögtön elkezdtek plegykálni. Nézelődtek, hallgatóztak, friss híreket vittek és hoztak. Szervusz, kapikám! Mondta, fáj valami? Szervusz, boliskám! Nem, dehogy, azaz anyakam. Elfeküdtem. Aha. Nem mondom én, de hogy mondom. Na, anya, hát.
mindenki hozza el az ebét, aki nem hozza, előállítom. Másodszor, a hónap 10-én állat és kirakodó vásár lesz, lehet hozni mindenféle lábas jószágot. Harmadszor, adani utára mindenkinek, hogy a faluba furcsa eset történt. Szegény Takács Julcsa, ura, éjjel meghalt.
Mondom, ne! Nekem semmi közöm se a sárkányhoz, se a bányai király kisasszony. Különben is, most kezdődik a tévében a Harry Potter 15. Ti milyen bölcsek vagyok, édes fiaim! Te meg elolgass, de semmire kellő! Egy kis sárkány meg egy kicsit picegő királynak sem elviselni a kedvünket. Jesszusom, még piceg is! Na akkor ezt meg is beszéltük. Te meg anya, készítsd el ennek a fiúnak a hangokasút hangukbelét, mert már látom, hogy mennyire szeretné vinni előtt teljesíteni a küldetését. Úgy lesz én csak. Akkor már legalább boldog legyen! Nem elég, hogy átengedted neked a királynak? És te vívhatsz meg helyettem a gond sárkánynak. Még fáradatsz is? Anyu, dupla sajtos hamburger neki. Szóval állok, hol is szegény lennénnyel,
bármire is jól lehet, vagy csak kapítom. Ami szerintem nem tudják, hogy a nagyobb pillanatú alapjelenség szessük. Azt látjuk. Haras, csak félcés. Vigyázz egy dolgot. Azért tényleg igazságos minden lesz, legalább nem csak nekem kellett megkóstolni ezt a megkóstolni. Lehetne egy kérdésem, kérlek ne mondd el, miből van. Ha nem mondom nem, miből van, akkor is tovább mehetek? Én vagy csak ott vagyok. Én vagyok a mesé. Ha nem mondom nem, miből van, akkor is tovább mehetek? Belőle. Mi is te vagy a mesé? Bence sem volt, hogy a mesé. Csak úgy látom, már egy nagy hátulját teszem.
Thank you.